Kire fogsz szavazni? Én összesen megmondom neked, én Orbán Viktorra fogok, de mi meggondolom. Mert még van egy új jelölt, ez a Gattyán György, ez a milliárdos. Komárom Esztergom megye 2. számú választókerületében vagyunk, ami az április 3-i választások egyik legizgalmasabb csatatere lesz. A választókerület érdekessége, hogy korábban itt indult és nyert viszonylag simán Völner Pál, az elmúlt évek egyik legsúlyosabb korrupciós ügyébe belebukó fideszes államtitkár. Maga mondjuk a Völner, az téged az meglepett, hogy róla egy ilyen sztori derült ki? Nem, semmilyen szinten. Nem tudom, hogy mi derült ki róla. Ja, hát ilyen 83 millió forint kenőpénz elfogadásával gyanúsítja a legfőbb ügyészség, tehát nem is ilyen sajtóhírekről van szó, hanem... Nem lep meg túlzottan. A mi városunk, a mi Völnerünk, én nem tudom őt elítélni. Komolyan nem tudom, na. De hiszi, amit az ügyészség állít róla? Nem hiszem. Én szerintem ráfogták. Mi is templomba járók vagyunk, ő is, szóval ez egy nagy csalódás lenne, hogyha tényleg igaz lenne. Hát bonyolult, ezt az ember innét nehezen ítéli meg. Völner Pál a megalapozott gyanú ellenére továbbra is szabadlábon van, ezért megpróbáltuk személyesen megkeresni. Elmentünk a nyergesújfalui irodájához, pincéjéhez és a házához is, de nem jártunk sikerrel. Jó napot! Azon, hogy kinyitották az ajtót, aztán gyorsan vissza is csukták, úgyhogy láthatóan itthon vannak, de egyelőre nem akartak nekünk ajtót nyitni. Hát a Nyergesi, ő is, ugyanúgy, mint én. Szoktál látni mostanában? Mostanában nem. Pincéje a párom, pincéje felé van, és szerintem hát éli az életét. Úgyhogy... Mivel foglalkozik, annyit mondja már meg, mert hogy a Völner úr mit csinál mostanában? Igesen, azt nem tudom. Mondta, hogy éli az életét. Hát gondol, hát mert járkál, jön, megy. Hát oda szokott járni a katona boltba a Völner Pál, a katona Sándor boltjába valamikor. Egy boltba jártunk. Még jó pár éve ezelőtt álltam a buszmegállóba, és meglátott és felvett és elvitt. Tehát, hogy a szomszéd faluból jöttem pont be a buszhoz, és a csatlakozáshoz behozott, és tök közvetlenül, úgyhogy igazából nem is ismerik egymást, csak látásból. Akkor Völner Pál olyan arc, aki így felvesz stopposokat? Megvan benne a jó szándék, igen. Én ismertem a Völner Pált, csendes szavú, higgadt, racionális embernek ismertem, hogy meglepett. Ha valaki úgy gondolja, hogy ez nem olyan nagy dolog, valaki pont az ellenkezőjét gondolja, ez változó. Melyik része nem nagy dolog? Tehát az, hogy valakit azzal vádolnak, vagy gyanúsítanak egyelőre, hogy 83 millió forint kenőpénzt fogad el, az hogy lehet nem nagy dolog? Ezt megkérdeztem tőle én is, és erre az volt a reakció, hogy idézem, ez vihar a biliben. Maga ez a Völneres téma, ez eléggé szóban forgó dolog volt nálunk, így szülők, nagyszülők részéről. Most már úgy, ahogy kezd azért lecsengeni, de egy-egy ilyen összeülésnél azért család szinte még néha fölbukkan. De akkor ez mondjuk így nem valószínűleg erősítette a, nem tudom, kormánypártoknak a pozícióit? Hát nem a fele hajlott így, igen. Aha. A beszélgetés végére. Feltételezések vannak, de hát az mind elképzelések csak. Hát azért a ügyészségnek a nyomozati... Az 1772 oldalú, így van. Tehát azért abban ott elég konkrét beszélgetések és megfigyelések vannak, tehát azért nem a hasból mondták be, hogy nem tudom, rendszeresen több millió forint kenőpénzt adták. Te meg azt mondod, hogy ezek ilyen feltételezések? Hát igazából ez az ügyészség állítása. Az, hogy a bíróságon ezek az állítások, vádak megállnak-e, ez majd később derül ki. Én se szeretném, ha fordítva arról, amit élkeznének mondjuk egy olyan dologban, amiben még nem született ítélet. És az ártatlanság védelme mondjuk mindenkinek jár. Szeretném, hogyha a börtönbe kerülne a Völner Pál. Szeretném. Nem az, hogy börtönbe, tisztességes polgár, tisztességes, tehát pert indítanak ellene. Viszont az, hogy még szabadlábon van.
Hát Pol Péter azt mondta, hogy még jogos. Völnert a korrupciós ügye miatt a kampány előtt néhány héttel lecserélte a Fidesz. Helyette az esztergomi alpolgármestert, Erős Gábort fogják indítani a kormánypártok. Erős szerettük volna megszólaltatni, azonban nem reagált a megkeresésünkre, és az esztergomi képviselőtestület legutóbbi ülésén sem volt jelen. Úgyhogy ez a videóhoz csak a közösen induló ellenzék jelöltjével tudtunk interjút készíteni. A nehéz döntés előtt volt a Fidesz, hiszen Völner Pál egy mélyen beágyazott ember volt a választókerületben, és egy hasonlót találni nem igazán lehetett. Ismert volt, sok helyen, tényleg a legkisebb településeken is nagyjából tudták, hogy ki ők, az ellenzéki szavazók is, nyilván a fideszesek meg még inkább. Erős Gábornál én nem látom ezt a jelenséget. Azt, hogy a Völner Pálnak itt milyen volt a megítélése, én úgy gondolom, hogy ezt abból le lehetett szűrni, hogy egyéni mandátumot ő többet kapott, mint a Fidesz listás mandátumot. Tehát nyilván olyanok is szavaztak rá annak idején, akik a országos listán nem a Fidesz, hanem más pártokat választották. Most ugye azt mutatják azért a kutatások, hogy ez egy elég szoros verseny lesz itt a Munkovics Tibor meg az Erős Gábor között. Nem hinném. Tibor az korábban sem volt túl népszerű. Jó, lehet, hogy ő volt az ellenzékben a legerősebb itt dologon, de hát a származása, gyökerei nem olyanok, tehát nem igazi bányász gyökér, amivel ő rendelkezik. Ez a kormány meg fog bukni. Ugyanis szeretném, hogyha a unokáim, a gyerekeim az iskolába tovább tudnának tanulni, és azon kívül az egészséget kicsikét föl tudnák hozni. Ne kelljen sorbálni, ne kelljen valamit csinálni. És tisztességes nyugdíjt szeretnék. 57 ezer forint, hát az nagyon nem smakkol, és ezt nem emelik, az a baj. De még ennek ellenére még mindig a Völnernél vagyok, mert hát ő is a nyergesi. De ez hogy jön össze egyébként most önben? Ja nem, sehogy, csak most nem, váltottam izét. Nem, csak azt mondja, igen? Hogy 57 ezer a nyugdíja, és akkor igen? A Völnerről, meg ugye hát azt állítja az ügyesség, hogy ő meg ilyen 2-5 millió forintokat rakott el papírzacskóban. És ennek igen, ellenére azt mondja, hogy a Völner de erről nem a Völner tehet, nem. Csak mit tudom, én váltottam. Na. Nem a Völner tehet róla, én nem tudom, a állam. Na, hogy aztán ezt kiszabályozza, vagy ki nem. Hát igen, de azért ő ennek a kormányzatnak volt a tagja, igen, miniszterhelyettes, tehát igen, azért ő elég a felsős, de akkor ezek szerint nem tudott azért minden. Én nem tudok rosszat mondani rá, az biztos. Én nem tudok. Nem is kell igazából, mondja jót rá. Nem akkor is akarok. A választási kampányban minden fontos eseményen ott leszünk, és minden történést igyekszünk majd testközelből megmutatni. Ha fontosnak tartod a munkánkat, akkor támogasd a Telexet, és iratkozz fel a csatornánkra.